A napokban ismét városunkban járt dr. Váncsa Zoltán, nívódíjas költő, akit az önkormányzat részéről Dombi Imréné polgármester fogadott irodájában. A találkozóra abból az alkalomból került sor, hogy a költészet napja alkalmából rendezett szerzői előadói estért köszönetet mondjon Püspök Ladány, és természetesen nem csak szóban, ahogy a ladányi vendégszeretet és tisztelet megkívánja, egy apró figyelmességgel. Fürdőbérletet kapott Váncsa Zoltán és felesége az idei évre, hogy még szorosabb legyen a kötelék a püspökladányi születésű, de jelenleg Debrecenben élő költő és a város között. Az elmúlt évben találkoztam legelőször dr. Váncsa Zoltánnal, amikor megkeresett engem augusztusban, hogy elmondta az életét, hogy ő meddig volt itt Püspökladányban, illetve az élet utána hova sodorta, és hogyan került el innen Püspökladányból a családjával. Ezután a találkozás után nagyon sok telefonbeszélgetés, nagyon sok személyes találkozás követett, és egy találkozásunk során ajánlotta fel Zoltán, hogy felajánlana a Püspökladányváros önkormányzatának 26 darab verses kötetet, melyet a művelődési házban, a könyvtárban fogunk elhelyezni. A szerzői előadó estet szintén beszélgetések követték. A beszélgetések során, amit az intézmény vezetőkkel is folytattam, hiszen ezek a könyvek elhelyezésre kerültek a művelődési központban, a könyvtárban, valamilyen formában honorálni akarja a város ezt a szép gesztust, amit Zoltán tett Püspökladány felé. Így alakult ki az a konszenzus, hogy mivel Püspökladány kapta ezeket a köteteket, akkor a város, hogy mit is találjunk ki, hogy hogyan honoráljuk ezt az írónak, így arra döntöttünk, hogy a családjának egy fürdőbelépővel szeretnénk kedveskedni, amit bármikor kihasználhat az év során. Kívánom azt, hogy jöjjenek a családjával, érezzék jól magukat itt Püspökladányban, és hosszú évtizedek után ismerje meg a mi településünket, ismerje meg a mi fürdőnket, és érezze jól magát itthon, Püspökladányban, a saját szülővárosában. Polgármester asszony azt is elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a város ápolja a kapcsolatot híres szülötteivel, azokkal, akik itt élnek, és azokkal az elszármazottakkal, akik Püspökladányban születtek, de már nem élnek itt, hiszen az emberi érték a legnagyobb egy település számára. Egy ilyen kapcsolatot egy elszármazottal mindenféleképpen egy település vezetőnek, egy önkormányzatnak nagyon sokáig kell ápolnia, és keresnünk kell egymásnak a társaságát. Itt Püspökladányban nagyon sok értékes ember van, nagyon sok értékes ember született itt Püspökladányban, amire Püspökladány büszke lehet. Ezekkel az emberekkel én úgy gondolom folyamatosan tartani kell a kapcsolatot. Ha esetleg még nem tette meg a város, akkor ezeket az embereket meg kell keresni, és keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk a továbbiakban ezt a kapcsolatot ápolni. A találkozón Dombi Imréné polgármester megköszönte a költőnek a hűséget, amit városunk iránt érez, és a színvonalas rendezvényt majd átadta az ajándékot. Ez a barátság, én úgy gondolom, akkor elkezdődött augusztusban, és én nagyon bízok benne, hogy ez nagyon hosszú életű lesz, és nem fog megszűnni. A településünk kapott öntől egy olyan felajánlást, amit nagy tisztelettel megköszönök, és elfogadtunk, és gazdagítja a könyvtárunkat, és nem beszélve arról a szerzői estről, amit a költészet napja alkalmából rendeztünk meg, ahol az ön verseit adták elő Püspökladányi előadók. Hogy valamivel honorálja ezt a várost, hogy így emlékezik ránk, és így szeret bennünket, és tényleg a szívébe zárt bennünket, hadd ajánljunk föl Zoltánnak és a kedves feleségének, Magdikának egy belépőt a fürdőnkbe. Nagyon jó a gyógyvizünk, fel lehet töltődni itt a településen, és fogadja tőlünk nagy szeretettel, és bármikor nagyon szívesen várjuk Püspökladányban, és pihenjenek a fürdőben. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm a polgármester asszonynak. A nívódíjas költő elmondta, hogy nagyon szeret fürdőbe járni, igazi kikapcsolódást jelent számára. Debrecenben lakik ugyan, de ki fogja használni a kapott bérletet feleségével együtt. A polgármester asszony
hát adott át erre az évre szóló fürdőbelépőt nekem és feleségemnek. Én ugyanis eléggé köztudott, legalábbis Debrecen, vagy én koratavasztól késő őszig, a napfényen, a vízbe, a levegőn vagyok, és püspökladányi fürdőről csak hallottam, viszont még egyetlen esetben sem voltam püspökladányban a fürdőn. Most fogom megismerni, mert a fürdő igazgató úr van olyan kedves, és kivisz engem, megmutatja ezt a fürdőterületet, és én nagyon hűségesen fogok járni, és napozni, fürödni itt a püspökladányi strandban. A fürdőbelépőt mindenféleképpen ki fogom használni. Reméljük, hogy az idő is hozzá fog járulni ahhoz, hogy mentül többet kijöjjek. Nagyon hamar ki lehet Debrecenbe jönni, hát fél óra vonattal, és utána autóbusszal is már ott vagyok a fürdőbe. Tehát mindenféleképpen ki fogom tudni használni. Dr. Váncsa Zoltán riporterünknek elmondta, a költészetnapi rendezvényről nagyon sok pozitív visszajelzést kapott, és azt is, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve. A mai napig is rokonsági körben, de azon túlmenően is ismerősök, barátok, osztálytársak emlegetik és beszélnek erről az estről. Az országban ez volt a 13. nagy rendezvényem, Debrecenben 4 volt, de mind a 13-at, beleértve a debreceni rendezvényeket is, a püspökladányi lett a legjobban sikerült. Nagyon sokan dicsérték a műsort, és ami folyamatos volt, nem volt unalmas, mert egyébként a vers az eléggé nehéz műfaj, azt muszáj feloldani, és annak érdekében, hogy a figyelem ott legyen, hát jól sikerültek ezek a számok, sokan dicsérték a szavalókat, akik nagy empátiával mondták el verseimet. Úgyhogy csak pozitíven tudok nyilatkozni erről a rendezvényről. Egy ambíciót adott nekem a jövőre vonatkozóan, tehát úgy tényként, hogy ez a rendezvény lement, és én továbbra is itt maradok, Püspökladányba, és felkérésre nagyon szívesen fogom bemutatni verseimet ott, ahol erre mód és alkalom van, ahol a műsorba ezt beilleszkedhet. Szívesen eljövök, továbbra is közreműködök a művelődési központnál. Már beszéltem a gyermekkönyvtárosokkal is, és a gyermekek részére is fogunk majd szervezni egy ilyen foglalkozást, ugyanis én gyermekek részére is írok verseket, a Dörmögő Dömötör gyermekújság elég gyakran közli írásaimat, tehát szívesen fogok eljönni. Ambíciót adott nekem a jövőre vonatkozóan is. Dr. Váncsa Zoltán tapasztalata szerint a püspökladányi emberek nagyon barátságosak és segítőkészek, az utcáink tiszták, rendezettek és nagyon szeret sétálni a városban. A polgármester asszonyt is beleértve, én a püspökladány embereket nagyon melegszívű embereknek és hagyományőrző, hagyományápoló embereketnek ismerem meg, ismertem meg, és bár Püspökladány és Debrecen között ugye 50 kilométer a távolság, nagy-nagy különbséget tudok tenni a Hajdú megye, úgymond idézőjelben fővárosa és Püspökladány között. A debreceni emberek, általában Hajdú megyei emberek később oldódnak fel, régé tartózkodóak, idővel aztán feloldódnak, de itt püspökladányi emberek a meleg szívűségükről tettek tanúbizonyságot, mert első ismerkedéskor is nagyon kedvesen érdeklődtek tőlem, mindenfelől segítséget kaptam sok vonatkozásba tőlük, tehát én csak pozitív előjellel tudok beszélni a püspökladányi emberekről. A város tehát kifejezte háláját dr. Váncsa Zoltánnak, a költő pedig elmondta, továbbra is szívesen vesz részt a város kulturális életében.